Torkoskodás. Nyáron mindennek csodálatos illata van. Az erdőnek, a mezőnek, a kertnek, sőt még a szélnek és az esőnek is. De a legfinomabb illat mégis a Micur néni konyhájából árad. Még a napocska is megnyalja a száját. Bizony. Vajon mit főz ma Micur néni? Répácska, szép, finom vajban párulva. Igen, répácska, igazán finom falat. Miért? Jó az? Nem. Én azt hittem, hogy tejfölös lepény is lesz, sóhajtott Cirmi. Tudod, hogy van tejföl? Van? Hol? Van. A kamrában, az ablak alatt, de be van zárva. Abból nem eszünk, dehogy nem, és te is eszel, ha segítesz nekem, a fele a tied lesz. Nem. Na gyere gyorsan, kimossuk a vödröt, hogy jó tiszta legyen. Ne higgyétek, hogy mindenáron osztozkodni akart volna, de a terv kivitelezéséhez szüksége volt Cirmire is. Jaj, itt felejtettük a vödröt. Mindjárt. Hallod? Beletalált. Jaj. Na. Nem. Segíts, mert már tele van, nem bírom felhúzni. Gyere! Jaj! Mi volt az? Ezek bizony krumplik. Hagyjuk abba. Hagyjuk abba, nekem jó a répa is. Gyere már! Mondom, hogy tele van. Na gyere, segíts! És Mircinek nem lehetett elmondani. De én úgy szeretnék egy kis tejfölt. És meg is fogom kóstolni. Csak segíts! Ketten kellünk hozzá. Fogj erősen, és akkor majd én várj, még mindjárt elérem a vedret. Mi szinten? Na, nem szégyeled magad. Elengedtem Mircit. Mi ez? Egerek
a kamrában. Na, még csak ez hiányzott. Na, menjetek, ne is lássalak benneteket. Mérgelődött Micúr néni. Nem, mi voltunk olaszak a cicák. Mit csináltatok? Mi azok? Mi nem is akartuk az egészet megenni, csak éppen belekóstoltam volna egy kicsit. Mentegetőzött. De bizony ez nem segített. Jó Istenem, mi történhetett Mircivel? Forró járt. Segítek! Micúr néni, én is segítek, Micúr néni. Én nem voltam piszkos, én nem ettem tejfölt. Na gyere szépen te is. Megmosdotok, és akkor leültök az asztalhoz, és megeszitek a finom répát. Bécsi Ildikó, Béres Bori, Béres Kati és Lackó Tóth Gergő.